Eredetileg mára ígérte, de végül május 15-ére halasztotta a legfelsőbb bíróság a jogerős ítélet kimondását az alapfokon 2 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt Horváth Anna, volt kolozsvári alpolgármester perében. Az ügy április 3-án tartott utolsó tárgyalásán a védelem arra hivatkozott, hogy az ügyészség egy olyan titkosszolgálati lehallgatásra alapozta a vádat, amelyet a román hírszerző szolgálat manipulált, és amelyet hibásan fordítottak le románra. Horváth Annát 2018 márciusában befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjában is bűnösnek találta a kolozsvári táblabíróság. Az ítélet azonban véleményekből, következtetésekből, feltételezésekből született, nyilatkozta a Szérdzsú Bogdán ügyvéd a záró tárgyalás után. Meghosszabbodik nekünk a nagy hét, írta a hírhallatán Horváth Anna egy Facebook bejegyzésben, de nincs más választásunk, végig fogunk menni az úton. Hálás vagyok a családomnak, hogy erősek, a barátoknak és mindazoknak, akik velünk együtt menetelnek, együttérzésükkel segítenek.